Újabb minősíthetetlen támadást intézett a magyar közösség ellen Mihály Tudose, szociáldemokrata EP képviselő. A politikus, aki miniszterelnöki mandátuma idején a székely zászlót kifüggesztő elöljárók fellúgatásáról fantáziált, most a De Klik aktivistákkal való találkozáskor a magyar nyelvet használó táncos Barna ellen kelt ki. Szerinte az, hogy táncos nem románul beszélt, egyenlő a lemondásával, és felszólította a hatóságokat, hogy e szerint járjanak el. Tudose nem mulasztotta el Ferroni azt sem, hogy a környezetvédelmi miniszter volt annyira megátalkodott, hogy a hokisokkal együtt a székely himnuszt énekelte. A De Klik aktivistái a hétvégén magyar nyelvű szórólapokkal kampányoltak Hargita megyében Táncos Barna ellen, aki Csíkszentkirályon azt mondta nekik, ha magyarul kampányolnak, akkor ismerniük kell a nyelvet, ezért magyarul szólt hozzájuk.